Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy könyvfesztiválos vlog lesz igazából, ugyanis ma van a könyvfesztivál szombati napja, és ma tervezek kimenni. Ma lesznek azok a dedikálások, amik érdekelnek, és akkor gondoltam, ha már megyek most életemben először egyébként könyvfesztiválra, mert még sose voltam, akkor vlogolok is mellé. Amire menni szeretnék, dedikálás, az Teodora Gross, mindig Gross akarok mondani. Teodora Grossnak, az alkimista lányának különleges esete könyveket szeretném dedikáltatni, ami 4 órakor lesz, azt hiszem, és nagyon remélem, hogy az eső nem fog közbe szólni, mert az pont kültéri standnál van a Metropolis média, úgyhogy szorkoljunk, hogy jó idő legyen. A másik pedig, amire megyek, az Moskát Anitának a dedikálása lesz, és ide most a hazugság téziseit hoztam, hogy ezt alá tudjam iratni, ugyanis ugye megvan a horgonyhely is, de azt még nem olvastam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy majd olvasás után dedikáltatom azt. És mentem volna egyébként Natalia Serbának is a dedikálására, de sajnos Natalia Serba lebetegedett, úgyhogy az a dedikálás elmarad, pedig itt van mögöttem az óra, név, hoztam, hogy ez is a legyen írva, ha már a többi is, de így nem lesz, és igen, megyek találkozni a többi booktuberrel, megint összebeszéltünk, és szigorú könyvstoppon próbálok lenni jelen pillanatban, de lesz könyv, amivel visszatérek, nem is könyvfesztiválom, vett könyv lesz feltétlenül, de igen, lesz könyv, amivel több könyvvel fogok hazajönni, mint amivel elmegyek, ez már biztos, illetve apának is kell vennem egy könyvet, úgyhogy, de azt nem én veszem, és nem magamnak, szóval az nem számít, meg azt apa fizeti, szóval igen. Úgyhogy ez lesz, egyelőre jó borús időnk van, talán most az eső pont eláll. A borús idővel meg tudok küzdeni, az eső az már problémás, mert nagyon sok kültéri stand van, és egyszerűbb lenne mindenki élete, hogyha nem esne az eső, na igen, de nagyon izgatott vagyok, úgyhogy lassan megyek. Na, visszaértem könyvfesztről, elfáradtam nagyon durván, nagyon sokat gyalogoltam ma, és hát nyilván cipelni kellett a sok-sok könyvecskét is, úgyhogy nézzük a beszerzéseimet, ilyesmi. Első könyvünk az Peter S. Bigeltől az utolsó egyszerű, ami most jelent meg újra ebben a nagyon-nagyon szép lila kiadásban, és ezt én recenzióba kértem, úgyhogy szerintem amúgy egyébként ezt fogom következőnek olvasni, mert már nagyon szeretném elolvasni, mert én emlékszem így halványfoltokban a rajzfilmre, ami ebből készült, és egyébként is úgy érzem, hogy ez most egy ilyen nagyon kis őszi hangulathoz illő könyv, mert az rémlik, hogy ilyen kicsit ilyen mély a bús, de unikornisos, szóval szerintem ezt fogom igen következőnek olvasni, és köszönöm, ez gabós, nem cicerós, igen. Itt is unikorn is van rajta, ezt nem is láttam. Szóval köszönöm szépen a kiadónak ezt a példányt. Nagyon szép, annyira tetszik. A következő kötet az egyébként Nádas Péter Berlini Szürke című novellás kötete. Ez egy novella, ebben van egy... van benne egy képes lap is. Igazából ennek az a sztoria, hogy a Librinél, akinek van érvényes diákigazolványa, középiskolás vagy felsőoktatási intézményes, az, hogyha felmutatja a diákigazolványát, akkor kapott egy ilyen kötetet, és mivel nekem is van még érvényes diákigazolványom, ezért én is kértem egy ilyet. Nem tűnik egy túl megterhelő olvasmánynak a mérete alapján. Kíváncsi leszek rá. Nem tudok erről egyébként semmit. A következő az Natalia Serba Ora
Mágusok sorozatának az 5. része, ebből ugye én már mutogattam többször is ezt a sorozatot, meg beszéltem a könyvekről, és ugye neki mentem volna a dedikálására, ami sajnos elmaradt betegség miatt, ettől függetlenül azért megkaptam az új részt az Európa könyvkiadótól, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és van benne egy levél, amit aki a könyvfesztiválon szerezte be ezt a kötetet, az kapott egy ilyen levelet. Ebben még nem néztem bele, úgyhogy nem tudom, mi van benne. Ó, ez egy nagyon hosszú kis levélke. Hát ezt nem most fogom elolvasni, úgyhogy majd ezt megnézem a videó felvétele után. Nagyon kis szép a sorozathoz illő mintája van. Igen, én a 4. részt még nem olvastam, de hát most már majdnem vége van a sorozatnak, úgyhogy most már lehet megint kicsit belehúzni ezzel a sorozattal is. Nagyon-nagyon szeretem az Óra Mágusok sorozatot. Nagyon kis hangulatos. És Natalia Sherba egy tündér. A következőt azt nem én vettem könyv, ezt apának vettem, azzal küldött el otthonról, hogy neki ez a könyv kelleni fog. Ez Adrian Csajkovszkinak a Földszilánkjai, és ez az új sorozat, újonnan megjelenős, új sorozata, igen, neki. Még nem olvastam Csajkovszkit, de most már, hogyha van tőle könyvünk, akkor lehet fogok. Apa ugye olvasta neki több könyvét is, úgyhogy azért izgult rá erre a könyvre ő is, úgyhogy viszem neki a friss, ropogós kiadványt. A következő pedig gyakorlatilag nem könyvfesztiválos beszerzésem, viszont most kaptam meg, ugyanis a Delta Visionnek volt egy akciója, ami során összedobtunk egy nagyobb megrendelést, többen így booktuberek, és ennek keretében végre megvan Robin Hobbtól az Orgyilkos Tanítványa. Ez nekem nagyon régóta váró listás. Fruzsiék most csinálnak is hozzá kapcsolódóan egy readatont, azt majd idebe is linkelem. És ugyan én még nem olvastam Robin Hobbot, de tőlük is nagyon sok jót hallottam róla. Amúgy is el szerettem volna olvasni, úgyhogy ez volt a tökéletes alkalom, hogy ezért a könyvért megszegém, ha nem veszek több könyvet idén, mert így nagyon akciósan tudtam beszerezni. Igen, lett egy csomó könyvjelzőm egyébként. Ez a két pöttömpötty is, ezt Esztertől kaptam, ugye ő a Könyves Egyszeres csatornáról, és neki vannak kiadva mesekönyvei a könyvönképzőnél, és hát a hozzájuk tartozó könyvezőkből adott nekem is, nagyon kis aranyosak. Aztán a Moskát tanít a kötethez nyúltam könyvjelzőt, illetve Hélsz is adott könyvjelzőt, ilyen nagyon szép őszi mintás, ez nagyon-nagyon nagyon csini. Aztán még Eszti meghívott Attilának a Regények Kalandora csatornáról egy ilyen kávés Harry Potteresre. És nagyon tetszik, hogy Hocus Pocus, I Need Coffee to Focus, úgyhogy most már Esztivel van egy ilyen könyvjelzőnk. Úgyhogy köszi, Eszti, még egyszer. És hát ugye mentem dedikáltatni. Basszus, szerencsétlen Teodora Gosz könyv kicsit meg sínylődött a szállítása közben. Igen, kezdem a Moskát tanít a kötettel. Hát Moskát tanít, ami mindig most is nagyon aranyos volt, nagyon-nagyon szeretem Moskát tanítát. Mint személy is már így párszor tudtam vele találkozni, beszélni, és tényleg nagyon kedves, aranyos, úgyhogy mindenki olvasson is Moskát tanítát, meg érdemes elmenni dedikáltatni, mert tényleg nagyon kedves. Nagyon cukit írt bele a könyvembe is, úgyhogy imádjuk Moskát tanítát, szerintem erről többet nem kell mondani, és még közös képem is lett vele, nem felejtettem el csináltatni, úgyhogy megkértem a többieket, hogy nyomjanak rólunk egy képet. És Teodora Gosz is ugye jött, és aláírattam vele az alkimistának, az alkimista lányának eddig megjelent köteteit. Ő is nagyon aranyos volt, tök jó volt, mert igazából így angolul-magyarul is beszélt, mert hát mivel magyar származású, tud magyarul, és annyira szép kiejtése van. Tehát, hogy így amikor magyarul beszélt, abszolút nem hallatszódott semmilyen akcentus abban, ahogy kiejtette a szavakat, csak egy nyilván néha nem találta a szavakat magyarul, úgyhogy így tök jól lehetett vele beszélgetni, ő is nagyon aranyos volt. Neki nem volt időm nézegetni. Mindegyikben mást írt. Jaj, de rendes. Úgyhogy ezeket is sikerült így aláíratnom. És jobb buli volt visszacipelni. Megint nagyon jó volt nyilván mindenkivel találkozni, így csatangoltunk össze-vissza. Nagyon sok ember volt az eső ellenére is kint. Kicsit dagonyázós is volt a helyzet, de hát egyébként meg volt nagyon-nagyon sok szép könyv. Mentális listát írtam magamnak, hogy mi az, amit még majd szeretnék, úgyhogy nyilvánvalóan az nem maradt el. Mindjárt itt a karácsony, majd felírom a karácsonyi bevásárló listára azokat a könyveket. Úgyhogy nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy végre eljutottam a könyvfesztiválra is. Megint találkoztam csomó mindenkivel, úgyhogy remélem idén, vagy most se voltam gáz, néha nem tudom, mit kell csinálni ilyen szituációkban, amikor oda jönnek hozzám köszönni, és akkor így lefagyok, és csak így. Szóval, bocsi, ha gáz voltam. De amúgy nagyon örülök, hogy találkoztam, akivel találkoztam. Nekem is szokni kell ezt a helyzetet, hogy nem tudom, hogyan
néha nem tudom lereagálni, amikor oda jönnek köszönni, és nem is lereagálni, inkább nem tudom, hogy mit mondjak. Tehát ez ilyen mindketten zavarba vagyunk szituáció szerintem, hogyha az olyan. Úgyhogy tök jó volt, nagyon örültem. Elvesztettem a gondolatfonalamat, mert már nagyon fáradt vagyok. Ez lett volna akkor a könyvfesztiválos élménybeszámolóm és bookhaulom. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Most láttam, hogy itt az összes kábel látszódik, de egy a fene.